Kicserélték az ablakokat, napelemek kerültek a tetőre, korszerűsítették a fűtést, így megújult iskolában kezdhették a tanévet szeptemberben a Rajkai Békefi Ernő általános iskola diákjai. Júniusban készültek ezek a felvételek, akkor adták át ünnepélyesen az épületet. Sok minden történt, nem csak kívülről kapott szigetelést és új nyilászárókat az épület, hanem belülről is teljesen újak a radiátorok, tehát minden radiátort kicseréltek. Ráadásul mindez a fűtési időszak közepén zajlott, és ezt nagyon-nagyon ügyesen megoldották a kivitelezők. Tehát tényleg, amit itt a végén mondtam, hogy jól együttműködve az iskolával, ez nagyon-nagyon-nagyon szépen sikerült. Mozgalmas évet tudhat maga mögött Rajka. Kis Vince polgármester értékelésében elmondta, az elmúlt időszakban megvalósult fejlesztések sok munkát és pénzt felemésztettek. Ugye hát a települést is működtetni kellett. Ez azt gondolom, hogy olyan nagy feladatot adott az önkormányzatunknak, a hivatalunknak, hogy egész évben le voltunk terhelve, de szerencsére ezeket sikerült megvalósítani. Az elszámolások folyamatban vannak, illetve van, amiről sikerült is elszámolnunk, úgyhogy jó évet zárt, azt gondolom, az önkormányzatunk a tavalyi évbe. 2018-ban adták át az egészségházat, márciusban érkezett meg a használatba vételi engedély. Ezután pedig berendezték a helyiségeket, és elkezdődhetett a szolgáltatás. December közepén avatták fel például a rendőrőrsöt, mely a kultúrházból költözött a falu központba. Fűtött garázsban parkolhat ezentúl a rendőrautó, de van az őrsön előállító szoba, korszerű vizes blokk és konyha, valamint tárgyaló is. Itt van a fogászati rendelő, egészségügyi szolgáltatás van az épületben. Ugye aki ide jön a város központba, az egyből itt találkozni tud a körzeti megbízottakkal. Nekünk nagyon fontos az azonnali információcsere, hogy tudjunk rá reagálni. Az ehhez képest egy kicsit kevésbé frekventált helyen volt. És így, amikor megépült ez a teljesen új épület, akkor egy kis szegmenset kaptunk. Az önkormányzat másik nagy feladata volt az ipari út befejezése, melyet három ütemben valósítottak meg. Egyszer magát az útépítést, két külön projekten belül pedig a két vasúti átjáró és a 150-es út közötti szakasznak a rendbetétele történt meg, úgyhogy az így teljesen lezárult. Fontos fejlesztés a település életében a Rajkát az ausztriai német járfaluval összekötő út megépítése, melynek tavaly ki is jelölték az útvonalát. Készül az út, ott is csak az utolsó rétegnek, a koporrétegnek a ráhúzása maradt el február végére, március elejére, tehát ott is igen jól állunk annak az útnak a kiépítésével, itt a nemzetközi kapcsolat. Ugye helyre fog állni az 1000 éves kapcsolat, amit Trianon ketté vágott. A jövőbeli célokkal kapcsolatban a polgármester elmondta, égető szükség volna egy új óvodára, hiszen a mostani nem felel meg a mai kor követelményeinek. Áznak a falak, potyog a vakolat, és a vizes blokkok is nagyon régiek. Az óvoda mellett pedig a bölcsödét is korszerűsítenék. Kis Vince elmondta, ebben az 5 éves ciklusban szeretnék elérni, hogy mindkét intézmény megújult környezetben fogadja a gyerekeket.